Kedves tanáraink és diákjaink! Ez a nap nem csak az utolsó tanítási nap a 2010-2011-es tanévből. A tanév vége azt hiszem mindannyiunknak nagy örömöt okoz, viszont van itt még valami, ami bánatot kelt az arcomon, és úgy gondolom nem csak az enyémen. Sajnos két remek tanártól el kell köszönnünk a mai napon. Körmendi Krisztina tanárnőtől, aki egy időre elhagyja iskolánkat, kiváló magyar óráinak és izgalmas német óráinak hangulatát nem fogjuk elfelejteni távol léptében. Köszönjük a rengeteg munkát, amit az iskola közösségért tett, a Szixi Faktort, amit Berkes Hajnalka tanárnővel közösen szerveztek. Reméljük, hogy mi hamarabb visszatér hozzánk. Nagy Béla tanár úrtól sajnos hosszabb időre kell búcsúznunk. A mi Bélapunk, aki mosolyt csalt az arcunkra minden Mikuláskor, aki minden testnevelés órán odafigyelt testi egészségünkre és épségünkre, és megmutatta a természet csodás világát a túrázások során, most elhagyja iskolánkat. Reméljük, sőt elvárjuk, hogy tanár úr néha, ha ideje engedi, visszalátogassa hozzánk. Kérem, fogadják sok szeretettel diákjaink búcsúműsorát és meglepetés csomagját. Egymásban baráti segítséget találtunk. Kellemes és jó volt a barátságunk, sok-sok szép órát átdúzsoltunk, ezért önöket nem felejtjük. Ezer szónak is egy a vége, jussunk sokszor eszükbe. Mi sem felejtjük el önöket, amíg élünk, emlegetjük önöket. Kedves tanár úr, az elmúlt években sok emlékezetes eseményt köszönhettünk önnek. Igazából a mi osztályunk, a 11A, csak az elmúlt 3 év történéseinek volt részese, de ön már ez alatt az idő alatt is sok felejthetetlen pillanatot szerzett az egész iskolának. A nagy sikerű túrák mindig jó hangulatban teltek, és remekül összekovácsolták a társaságot. Örök emlék marad a sok nevetés, az eltévedt diákok és tanárok, az önehez való hozzáállása, miszerint 10% veszteség még átfogadható. Vagy valószínűleg mindenki emlékszik arra, amikor december elején Bélapó az ablakon át ellátogatott hozzánk a krampuszaival, és minden osztálynak hozott egy kis ajándékot. Talán az emlékek mellett ott vannak a személyes tapasztalatok, az átadott tudás és mindaz, amit ön itt hagy nekünk. Az egész iskola nevében szeretném megköszönni eddigi munkáját, és sok sikert kívánunk a továbbiakban. Pedagógus, pedagógus. Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor eltűnődöm én is,
Mit is jelent 20-30 szempár fénylő tükör termében élni? Hol éle van minden igének? Árnyéka van minden hibának? Hol 20-30 sötét kamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét? Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavában meg annyi kis magnetokon zeng tele otthon, utcát, jövőt, ő vértezve jár, s bátán nem érzi, hétköznapok nagy hőse köztünk, szebb holnapok, jobb embereért, titkon vívott nehéz csatáknak, ismeretlen hős katonája.